Erre a júliálisra az ország távoli vidékeiről is eljöttek ünnepelni, kikapcsolódni a régi vasutasok. 46 évig a vasúton dolgoztam, de nem ezen a területen, hanem a szombathelyi területen. Sonyarcvasárra jöttünk el a feleségemmel megnézni, hogy Dombaváron hogy csinálják a vasutasnapot. Ennyi különösebben. Vannak kollégák, akikkel szeretnék találkozni, és jól érezni magunkat itt ezen a rendezvényen, ami úgy néz ki, hogy színvonalas lesz. Már is előkerül a régi kedves emlék a szakma szépségéről, fontosságáról. Mivel vasutas dinasztiából származom, apám, nagyapám, dédapám szintén vasutas volt, és valahogyan predesztinálva voltam arra, hogy én is vasutas legyek. Érettség után ezt a pályát választottam, szerettem emberekkel bánni, érdekelt a műszaki pálya, pályamesterként dolgoztam, vasutat építettem és fenntartottam. Aki ezt ismeri, az is tudja, hogy miről beszélek, egy nagyon szép szakma. Tehát ezt úgy mondanám, hogy alfától az omegáig tart a vasúti pálya. Ugye ez mindig vita volt, hogy mi az első, a mozdonyvezető, a forgalmista, a pályamester. Mi szoktuk a pályamesterek mondani azt, hogy ha mi nem építenénk nektek vasutat, akkor többire nem lenne szükség. Úgyhogy csak egy ennyi sztori, más nem. Az ünnepet a Pécsi Vasutas Koncert fúvó zenekar tette igazán hangulatossá. A 73. vasutasnapot ünneplik országosan 4 helyszínen. 1950 óta minden évben megtartják a szakmanapját. 4 városban, melyek mindig jelentős vasúti csomópontok voltak a közlekedésben, így Dombóváron kívül Nyíregyházán, Szolnokon és Budapesten is tartanak rendezvényt. Mindig volt, van és lesz is vasutasnap, sőt, mostantól egy újdonság is életbe lépett, mondta Mosóczi László, az országos szervezet vezérigazgatója. Ez egy hagyomány a nagy szakmáknak, ahol sok ember dolgozik, országos lefedettségűek, megvan a saját ünnepünk, hiszen gondoljunk a pedagógus napra, gondoljunk a rendőr napra, vagy a bányász napra, így a vasutas nap is a közlekedésben, a kötött pályás közlekedésben dolgozók napja volt eddig. Újdonság, hogy ettől az évtől, mivel a vasúti kötött pályás közlekedés és az autóbuszos közlekedés most már egy irányítás alatt van a MÁV Volán csoportban, így ez most már nem olyan vasutas nap, amikor az autóbuszos közlekedést lebonyolító volános kollégák is jelen vannak. Az országban 4 helyszínen van ilyenkor a juliális, amikor a tegnapi hivatalos ünnepséget követően a mai nap a dolgozók kikapcsolódnak, családjukkal, barátaikkal kilátogatnak, jól érzik magukat, és meg is érdemlik az ünneplést, hiszen az év 365 napjának mindnagy 24 órájában szolgálatot teljesítenek. Mozgásban tartjuk az országot, mind az autóbuszos, mind pedig a vasúti közlekedés révén. Itt a Dunántúlon hagyományosan Dombóvár a juliális helyszíne. Örülünk, hogy a város vasút vendégül lát, minket vendégül lát ennyi embert, és együtt tudjuk ünnepelni ezt a szép napot. Az ünnepi köszöntők után elismeréseket is kiosztottak a kiemelkedő munkát végző vasutasoknak. 1985. június 16-a óta dolgozom itt a MÁV gépészetnél, ugye azóta több néven is szerepelt, és elsősorban V63-as, V46-os mozdonyoknak az elektronikus vezérlésével, szabályzásával kapcsolatos javításokat végzem, másodmagamban leginkább. És annak ide a Cipernoszki Károlyipari Szakközépiskolában technikumban végeztem, itt ipari elektronikai technikus, és ezen a területen, ugye elektronikával kapcsolatos területen szerettem volna elhelyezkedni. Családi kötődés is van, édesapám is itt dolgozott, és a testvérem is. Óvodáskorom óta próbálkoztam, tehát én akkor már ezt eldöntöttem, hogy mozdonyvezető szeretnék lenni. 84. november 1 óta vagyok mozdonyvezető, azóta ebbe is dolgozom. Köztem másfél évig voltam katona, de folyamatában végig.
Dombóvár életében jelentős ez a nap. A városról elmondható, hogy vasutas város. Tavaly is tartottak jubileumot, és 2 év múlva is lesz, mondta Pintér Szilárd polgármester. Tavaly volt 150 éves a Gyékény és Dombóvár vasútvonal, és 2 év múlva tartjuk az ünnepséget, amikor szintén 150 éves lesz a Dombóvár bátaszéki vonal, amelyre nyilván sok szeretettel invitálok mindenkit, hiszen egy nosztalgia vonat fog közlekedni Dombóvártól Bátaszékig, amelyet egy gőzmezőny fog húzni. Ez tavaly sajnos nem sikerült, de az idén 100%-ra mondhatom már, hogy a gőzmozdony el fog indulni 22-én 9:15 Dombóvár alsóról. Megtisztelő, hogy ma országosan 4 rendezvény és a 4-be bekerült Dombóvár is. Azt hiszem, hogy ez egy picit elismerés a városnak is, és a város vasutas közösségének, hogy országosan bekerültünk a 4-be. Remélem, hogy a Dunántól és akár az Alföldről is ideérkezők tartalmas napot tudnak eltölteni, jól fogják magukat érezni, és visszavárjuk őket jövőre is Dombóvárra. Jó hír, hogy a Muki kis mozdony visszakerül Dombóvára még a nyár folyamán, tette hozzá a város első embere. A családi napon többek között foci meccs, főzőverseny, asztalterítési verseny is szerepelt. A gyerekeknek pedig nem maradhatott el a légvár és egyéb nekik szánt szórakozás.